A Nyitra ABC mögötti frekventált terület sem mentes a felelőtlen szemetelőktől. Östör Anna Mária választókerület önkormányzati képviselőjének felhívására közös személygyűjtési akciót hirdettek. Szent István évében ennek különösen nagy aktualitása van. Tisztítsuk meg a lelkünket és a környezetünket is. Így készüljünk erre az évre. Szeretettel várjuk ugye a turistákat, a látogatókat, de először magunkat kellene arra rászoktatni, hogy ne szemeteljünk, hiszen ez az első benyomás, ahova érkezünk. Mindig ezt látják, van-e papír eldobálva. Én nagyon bízom abban, hogy ha rendszeresen szervezzük ezt a mozgalmat itt az Öreghegyen, akkor előbb-utóbb az öreghegyiek is és az ide látogatók is értékelni fogják a tiszta környezetet. Az Öreghegyi Közösségi Ház munkatársai és a Nosztalgia Klub Egyesület tagjai mindent megtesznek azért, hogy a városrész tiszta maradhasson. A tisztaság az egy fél egészség, és mi úgy vagyunk vele, hogy ha a környezetünk is ugyanezt a tisztaságot mutatja, és a mi klubunk, a Székesfehérvári Nosztalgia Klub az egy, mondhatnám azt, hogy egy tényleg egy tiszta klub, és mi igyekeztünk azon erre a felhívásra, hogy mi is részt tudjunk venni, és eljöjjünk, még betegen is eljövünk, és csináljuk, és rendezzük, hogy a környezetünk, és az itt élők, meg a park minden tiszta és rendben legyen. A szombati első közterületszépítő program a Szent István emlékévhez kapcsolódik, amelynek célja a tiszta Székesfehérvár megteremtése.